A Paksi csapat enyhe mezőny fölényének jegyében telt el az első játékrész. A Michelinek saját kapujuk előtti védekezése azonban meglehetősen stabil volt, az otthon játszó PFC kevés gólhelyzetnek nevezhető szituációt tudott kialakítani sokáig. Leginkább a szélekről középre lőtt labdákkal veszélyeztettek a zöldek, egy ilyenből Szendrei megszerezhette volna a vezetést a félidő vége felé, de tiszta helyzetben közelről mellé fejelt. Szünet után is alapvetően az történt a pályán, amit az első játékrészben láthattunk, de az utolsó 20 percben a Paks 2 a becserélt fiatalok mozgékony játékával elsősorban megtalálta a réseket a Michelinyi reteszen. Előbb egy remek helyzetfelismerés után pontos 16-17 méteres lövéssel Szendrei szerzett gólt, a vendégek kapusa a takarás miatt nem tudott időben reagálni erre. Aztán néhány perccel később szép összjáték után kapitulálni kényszerült a vendégcsapat, a center pozícióban érkező Kőválinak már nem volt nehéz dolga ahhoz, hogy megszerezze a meccset végül is eldöntő gólt. Igaz, mégsem 2-0 lett a végeredmény, hanem 2-1, köszönhetően a vendégcsapat agilitásának, amely nem adta fel a meccset, és a 89. percben egy jogos büntetőt harcoltak ki, amit a csereként beállt Kirchner magabiztosan értékesített. A hosszabbításban is eljutottak a fehérmezes baranyaiak a Paksi 16-osig, de nem volt már esélyük a pontszerzést jelentő egyenlítő gólra. Összességében megérdemelt Paksi győzelem született a két NB3-as középcsapat mérkőzésén. Az első félidőjátékunk számomra csalódást okozott, mert ütemtelenek voltunk, pontatlanok voltunk, tehát az inkább csak küzdöttünk. A második félidőjátékkal már elégedett voltam, hogy sikerült ritmust váltanunk, és úgy érzem, hogy a kialakított helyzetek a játéképe alapján szerintem megérdemeltük a győzelmet. Szerencsére minőségi fiataljaink ülnek a padon, plusz kiegészülve Pap Kristóf, aki az NB1-be is egy nagyon jó futballista, tehát ő kulcskérdés volt, hogy őt a szünetbe be tudtuk hozni, és vele is, meg a fiatalokkal is azért lényegesen feljavultunk a második félidőre. Az ezen a meccsen beugró edzőként a Kozár Michelinieket irányító Nagy Gábor Paksi kollégájával éppen ellenkezőleg az első félidővel volt elégedett csapata játékával. Azzal már egyáltalán nem, hogy a Paksi változtatásokra, ritmusváltásokra nem megfelelően reagáltak. Ha a mérkőzést az elejétől nézzük, ott meg tudtuk valósítani, amit szerettünk volna. Nagy részben tudtunk dominálni is, lehetőségeink voltak, talán több helyzet kellett volna, és értelemszerűen a gól, ahhoz, hogy egy kicsit változzon a mérkőzés és a mi javunkra forduljon. Inkább a Paks erőltette rá az akaratát, mi nem erre rendezkedtünk be. Nem nagyon tudtunk kijönni se, nem nagyon tudtuk befejezni a támadásainkat se. Azt gondolom, hogy azt később kell elemezni, vissza kell nézni a mérkőzés, lehet benne fizikai különbség is. Hát a mentális fáradtságot azt úgy nehezen tudom értelmezni. 20 forduló elteltével a labdarúgó NB3 középcsoportjában pillanatnyilag mindössze 2 pont a különbség a két csapat között.